Újabb rangos fotókiállítással folytatódik Sepsiszentgyörgyön a kép éve. A legnagyobb élő magyar fotóművészként számon tartott Kornis Péter kiállítását szerda este nyitották meg a művész jelenlétében a Lábasházban. Kornis Péternél fontosabb magyar erdélyi fotográfus nincs, emelte ki a tárlat megnyitón Damokos Csaba, a Romániai Képzőművészek Szövetsége Sepsiszentgyörgyi fiókjának elnöke, majd Antal Árpád polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas és Pulitzer emlékdíjas magyar fotográfus fotóriporter munkásságát Tóth Gödri Iringó művészettörténész méltatta. Nem egyszerűen megörökít, hiszen megörökít, ezt a szót használjuk a néprajzosra is, aki éppen a tárgy leírása mellé csatol egy tárgyról egy képet, és ezek a képek ennél sokkal többet jelentenek, történetet mondanak el és mesélnek. Kornis képeit nézni kicsit olyan, mint amikor egy mesét kezd el valaki, és várjuk a mese folytatását. Kornis Péternek 2 évvel ezelőtt volt Csíkszeredában egy tárlata, akkor született meg a gondolat, hogy szeretnék Sepsiszentgyörgyre is elhozni képeit. A kiállítótér tervrajzait megtekintve a művész gondosan készítette elő a tárlat anyagát. Úgy éreztem, hogy ez a két terem ez szinte azt sugallja, hogy mutassam meg egyszer azt a világot, amit én még szinte érintetlenül megtaláltam, és ebben a másik teremben pedig arról beszéljek, hogy ebben a világban hogy jelennek meg mindazok a változások, amelyek azt is jelzik, hogy az életünk is nagyon sokat változott, és még fog változni. Kornis Péter 1967-ben Novák Ferenc koreográfussal érkezett székre, ahol egy számára ismeretlen, archaikus világot fedezett fel. Ekkor kezdett az eltűnő paraszti kultúrával foglalkozni. Munkásságára a dokumentarista szemlélet jellemző, ám rendkívül személyes hangon mesél egy olyan világról, amelynek fényképezésére több mint 4 évtizedet szentelt. Kornis Péter képeit a Lábasházban június 24-ig lehet megtekinteni.